Úgyhogy én azt gondolom, mindenképpen jó mérkőzésre számíthatunk, hiszen két hasonló képességű, sőt, hasonló játékot mutató csapat találkozik egymással. Kicsiben elvégzik gyorsan, Bumbával. Aztán Asani kapja vissza, ő ballábas. Jön a beadás, kifejelik. Asani megint elcsenik tőle a labdát, és ezzel kontrát vezethet a Puskás. Jön Slugfer, ugye most megnézzük a gyors szélsőket. Jön is a labda oldalra, Slugfer beévelése, és ott a gól. Rögtön vezetésszer ez a Puskás Akadémia mérkőzés legelején egy gyönyörű kontratámadással, amit abszolút pontosan játszottak végig. Korbu, ahogy kellett, úgy érkezett középen. Slugfer beadása, nem Korbu volt, bocsánat, de Korbu fejezte be a támadást. Ezt most Bumba éveli középre. Prenga fején felperdül. Ott a lövés, és kis hiány egyenlít Mesanovic. Megpróbálja birtokolni egy picit a labdát a vendégegyüttes. Parkek kirúgása pontatlan, és ezzel mehet Asani. Nem jó a cser, Hely Viktor viheti tovább. Hely még erőből középre, és valahogy sikerül ott menteni. Egy méterről. Na nézzük meg, itt szerencsésen pattan tovább Hely Viktorhoz. És itt jönne Bumba. Asani megint. Rengeteget van játékban a jobb oldalon. Jön a beívelés, és a fejes. Markek véd egy óriás. Itt megint Bumba próbálkozott. Tehetetlenség, ami ott a kapott gólt követő néhány percben jellemezte a hazaiakat. Jönnek a helyzetek is. Bumba a bepassz Mesanovicnak. Mesanovic elesik, aztán Bumba is. Ére büntetőt valamelyik, igen. A játékvezető végül a 11-es pontra mutat. Megvárta, hogy előszabályt alkalmazva, hogy mi lesz. Itt van Mesanovic. Elesik, aztán Favorov mellett Bumba. Na de lesz büntető. Bumba tehát, és nagyon határozottan belövi 1-1 ezzel a mérkőzés állása a 28. percben. Ötvös egyből indít, méghozzá szenzációsan. Asani kicsit kisodródik, ellövi éleszögből is Markek. Fannív közben a szabadrúgással, nem is rossz az, ott az érkező ember. Bumba és Asani szokás szerint. Asani végül eléggé laposan Mesanovic csúsztatja meg. Aztán Mesanovic megint, ott a lepattanó, ötvös lövését védi. Nagyon komoly bravúrral Markek. Na nézzük, az 57. percben, tehát nem is rossz az, Dombó ér hozzá talán. Fanny fején csúszik meg, Leoni. Nem marad Puskás egyik játékosa, Leoni ezzel együtt beíveli, Prenga nem fér hozzá, Hely Viktor egyből, és nem sokkal megy mellé.